Tartsanak velünk a Kárpátaljai Történelmi Egyházakkal foglalkozó Hitélet magazin mai görög-katolikus műsorában, amelyben a következő témákkal várjuk Önöket. Kárpátalján tartotta háromnapos rendezvényét a Kárpát-medencei Hálóközösségfejlesztő Katolikus Egyesület, amely fennállásának 30. évfordulóját méltatta. A görög katolikusok és második Rákóczi Ferenc. Ezzel a címmel szervezte meg évzáró egyháztörténeti konferenciáját az Ortutai Elemér görög katolikus tagkollégium és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a főiskolai lelkészsége. Kárpátalján tartotta háromnapos rendezvényét a Kárpát-medencei Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület. A rendezvény nyitó előadását Orosz István tartotta, az Igazság szabaddá tesz címmel. Az atya hangsúlyozta, van objektív, teljes igazság a Földön, csak az emberek nem ehhez mérik az életüket. Egyáltalán a hálónak, mint Kárpát-medencei közösség a kapcsolatrendszerének a gondolat, ez 30 éve született meg egy budapesti felnőtt közös fiatal, akkor még fiatal közösségnek a fejében, és indult el a kapcsolatoknak a szervezés, és jutottak el Kárpátaljára 1994-ben, amikor mi a családommal Kárpátalján éltünk, és mi adtunk szállást az ide érkező husznyi vendégnek, és onnan számoljuk gyakorlatilag a kárpátai hálónak a létét, életét, ami semmi más nem akar alapvetően a háló, mint az, hogy emberek, akik élik a tudatos keresztény életüket, közösségben éljenek, és a közösségek tudjanak egymástól is erősítsék egymást, beszélve egymással tapasztalataikról, örömékről, bánataikról is, megerősödve otthon tovább vigyék az evangéliumnak az ügyét. A mai előadás azért volt érdekes, mert hát amikor az ember 18 évet eltölt Kárpátalján, akkor nem lehetne azt mondani, hogy ezt ki lehet törölni az életéből egyszer s mindenkorra. És mikor Olgica messengeren megkeresett, hogy vállalom az előadást, nem is tudom, egy csomó minden kavargott bennem, hogy kell ez még nekem, 9 éve elköltöztünk, nem vagyok én már itt igazán. És hát Olgica is pici hittanos volt, amikor én itt Tiszaújakon tevékenykedtem, és valahogy, nem tudom, tehát úgy hozta a Jóisten, hogy az a program, ami ma lett volna Mária Pócson, az elmaradt, és így tényleg el tudtam jönni. A témát ők adták meg, ami azt gondolom egy nagyon-nagyon fontos és aktuális téma, nem csak Kárpátalján, nem csak Ukrajnában, és nem csak a Kárpát-medencében, hanem azt gondolom, különösen Európában és a kultúránkban, az, hogy az igazság szabaddá tesz. És magam is rengeteget gondolkodtam rajta, hogy hogy lehet ezt, mit lehet erről mondani. És arra próbáltam felépíteni a dolgot, hogy alapvetően mi az életünket szubjektív igazságok mentén éljük. És hát a személyi szabadságjogok, amiket ugye erősen kihangsúlyozunk, azok arra predesztinálnak bennünket, hogy hát az én szabadságom, senki nem mondja meg nekem, hogy akkor mi nekem az igazság. Nekem az igazság, és azt szerint élek. Holott ez így nyilván nem teljesen vállalható történet, mert azt gondolom, hogy teljesen mást jelenthet egy tizenévesnek az igazság, aki mit tudom én, szeretne elmenni halászni, mint az apukájának, aki azt mondja, hogy nem engedlek el, mert veszélyes a víz, és én nekem az igazság, hogy vigyáznom kell rád, és ezért felelős nem tudok elengedni. Már ütközik az igazság, de millió egy példát lehetne mondani, próbáltam is néhány példát mondani, ami ide is vonatkozik, tehát személyesen érthették a hallgatók. És akkor arra jutottam, vagy próbáltam azt átadni, hogy azért van objektív igazság. Hiszen Jézus Krisztus azt meri mondani magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Másrészt a János evangéliumban folyamatosan, többször egymás után ígéri azt, hogy elküldöm nektek az igazság lelkét, aki megtanít benneteket a teljes igazságra. Tehát van teljes igazság, van abszolút igazság, csak nem ehhez mérjük az életünket. Tehát arra próbáltam buzdítani a jelenlévőket, hogy az életükben fölmerülő kérdéseket mindig Jézus Krisztushoz, az abszolút igazsághoz mérjék. Még nem is a családhoz. Nem is az egészséges, nem is az anyagi jóléthez, hanem egyedül Jézus Krisztushoz, aki az abszolút igazság. Legyen szó bármiről, legyen szó identitásról, legyen szó munkáról, legyen szó szabadságról, bármiről, mindenben Jézus Krisztus az igazi mérce. És hogyha ez így van, akkor van esély arra, hogy egyre közelebb kerülünk az abszolút igazsághoz már a földéletben. Az is világos egyébként, hogy az abszolút igazságot, amit Jézus Krisztust nem tudjuk megismerni a földéletünkben, mert hát
hogy lehetne egy 2 literes edénybe beletölteni az óceánnak a vizét, de valamit megismerhetünk belőle, és hozzá tudjuk, hogy ez az a víz-e, ami az óceánban is van. Tehát az az igazság-e, amit Jézus Krisztus képvisel. És ezt az igazságot majd az örökké valóságban az életünknek, az örök életünknek a teljes része lehet. A találkozót a mozgalom alapításának 30. évfordulója alkalmából a Kárpátaljai Háló Egyesület szervezte meg a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban. Az előadások során elhangzott, Kárpátaljára 40 évada ért el a háló, és azóta lefedte a magyarok lakta területeket szerte a megyében. A háló, mint szervezet, azt tűzte ki feladataként magának, hogy erősíti az emberi kapcsolatokat, erősíti az embereket hitben, magyarságukban, mivel ez egy Kárpát-medencei szervezet, ezeket a szempontokat tartott a szem elől, és nincs ez másképpen Kárpátalján sem, mi egy régió vagyunk, egy kisebb szervezete ennek a nagy hálózatnak, és mi is ezeket a szempontokat tartjuk szem előtt. A háló eleve egy egyházépítésben gondolkodik, és gondolkodott a kezdeteknél is, és ez nem változott. Elsődleges feladataként, és mi is azt látjuk, azt tartjuk, hogy ezt az egyházat, amihez tartozunk, ezt építjük közösen, mint közösséget, és az egyes ember életét, a kapcsolatainkat erősítjük. Ez igazából a barátságról, a hitről, a magyarságról szól. Az előbb használt egy olyan kifejezést, amire én is, meg a kollégám is fölkaptuk a fejünket. Mi is ez, és mit takar? Azt a szót mondtam, hogy bogozó. És ez a szó azt takarja, hogy ez egy olyan ember, aki ebben a hálószervezetben egy kicsit több feladatot vállal, és magyarul kibogozza ezeket a kis szálakat, amik így a hálóban összefutnak. Szervező mikor, milyen feladatokat vállal, vagy részfeladatokat vállal egy-egy eseménynek a megszervezéséből, mert nyilván ahhoz, hogy találkozzunk, ahhoz kell egy teret biztosítani, ezt a teret meg kell tölteni tartalommal, és ehhez emberek kellenek, hogy másokat, akiket elhívunk, hogy azoknak élményt tudjunk nyújtani. Nos, hát ilyenek a bogozók, és én is magamat oda sorolom, akik azon fáradozunk és azon tevékenykedünk, hogy akik eljönnek hozzánk a találkozóra, azoknak teret tudjunk biztosítani, jól érezzék magukat. Ezek apró dolgokban is megnyilvánulnak, mert fontos egy találkozón az is, hogy mit tudom én, elegendő szék legyen, vagy nem tudom, teljesen hétköznapi dolgokra is lehet koncentrálni, és oda is kellenek segítők, és természetesen egy kicsikét távolabbiba is, hogy tartalommal megtölteni, előadót találni, mindenféle beszélgetéseket moderálni, koordinálni. Erre mind szükségesek a társak, és vagyunk ilyen bogozók többen is Kárpátalján. Adja magát a kérdés, hogy lefedik egész Kárpátalját, a háló beteríti egész Kárpátalján magyar laktavidékét? Hát ez lenne a célunk, és ennek nagyon örülnénk is, de ez egy kicsit, azt kell mondjam, hogy mindig változik. Mert voltak időszakok, hisz már tulajdonképpen 21 néhány évre tekint vissza a Kárpátaljai háló. Voltak időszakok, amikor egészen Szlatinától, Bocskótól, lehet, hogy egészen Ungvárig voltak olyanok, akik a hálóba tartoztak. Nyilván egyes embereket nézve, ma is vannak ilyenek, mert például most is itt ezen a találkozón van egy kedves társunk egészen Gyertyáligetről, aki egyébként 80 éven felül van, és egy nagyon aktív, tevékenységű ember. És vannak Munkácsról, tehát változó, de természetesen a cél az, hogy mindenkit el tudjunk érni. A találkozó egyben az egyesület célja az, hogy összefogja, megismertesse egymással a magyar közösségeket, embereket a határ mindkét oldalán. A mozgalom egyik alapítója szerint ez a célkitűzés 30 év elteltével sem változott. Akkoriban éppen kezdett összeomlani a kommunizmusnak nevezett rendszer, ahol óhatatlanul falakat építettünk önvédelemből egymás felé. És akik elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy hogyan tovább magyar egyház, úgy éreztük, hogy,
hogy most egy új időszak jön, most nem falakat kell már építeni, hanem éppen megismerni kell egymást, egymást támogatni kell, rácsodálkozni egymás színességére, azokra az értékekre, amiket az egyes közösségek hordoznak. A legtöbben, akik ezt beszélgetésben részt vettünk, kisközösségi múltból jöttünk, tehát családos, vagy valamilyen lelkiségi mozgalomhoz tartozóak voltunk, vagy plébániai közösséghez, és azt mondtuk, hogy a közösség fontos dolog, az emberek ne legyenek magányosak, akkor már nyugaton egyértelműen látszódott, de szerintem már Magyarországon is ez az elmagányosodásos trend, ez a folyamat, és azt mondtuk, hogy mindenképpen a közösséget zászlóra kell tűzni, de a közösségek is elveszettek akkor, ha egyedül vannak. És ez egy hálózatban vonjuk őket. Ezért lettünk katolikus közösségek hálózata az első lépcsőben. Most így 30 év után azt mondhatjuk, hogy ez így, ebben a formában kicsit túl idealikus, szóval nem valósult meg, mert sokkal inkább konkrét emberek csatlakoztak hozzá, sokkal inkább emberek közötti kapcsolatrendszerek épültek föl, tartós barátságok épültek föl, komoly egymásra figyelések alakultak ki, és ez először mi a első fél évben vagy egy évben, még igazából mi csak a kis Magyarországra gondoltunk, de villám gyorsan néhány év alatt tulajdonképpen Kárpát-medencei vészélesedett, és érdekes módon mind a mai napig határon túli területeken nagyobb arra a mi meghívásunkra az igény vagy a rezonálás, mint kis Magyarországon. A görögkatolikusok és második Rákóczi Ferenc. Ezzel a címmel szervezte meg évzáró egyháztörténeti konferenciáját az Ortutai Elemér görögkatolikus szakkollégium és második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola főiskolai lelkészsége. Az érdeklődők a nyitó előadásban a katolikus egyház helyzetéről kaphattak képet a 17.-18. század fordulóján. 1700-ban éppen váltás történt Szent Péter székében, hiszen meghalt 12. Ince pápa, és két hónappal később, 1700. november 23-án megválasztották 11. Kelemen pápát. El lehet képzelni, vagy el lehet gondolkodni azon, hogyha éppen lett volna egy hivatali átadás, átvétel, akkor mi minden került volna szóba, milyen képet adott volna az előd az utódnak az egyházról. Egyrészt elmondhatta volna, hogy Rómában, a pápai udvarban és Róma városában rendezettebb körülmények alakultak ki, hiszen a pápák, az előző évtizedek pápái sokat tettek a bíborosi nepotizmus, rokonpártolás visszaszorításáért, alsópapság fegyelmének helyreállításáért, a szegénység ellen küzdöttek a városban, és ennek sok szép emléke maradt meg. Aztán nyilván a pápai állam maga és az apostoli szentszék diplomáciai tevékenységet is folytatott, tehát nyilván körül lehetett nézni, hogy az egyes katolikus államokban mi történik. Hát éppen 1700 ősze az, amikor meghal spanyol király, Habsburg uralkodó, második Károly, és ennek nyomán, ugye miután nincs kijelölt örököse, illetve akit kijelölt, azt mások nem fogadják el, kitör a spanyol örökösödési háború, másfél évtizedet Európa történetében elfoglal ez a háborúskodás, és maga a szentszék is bele keveredett ebbe. Egyébként ugye a Rákóczi felkelés hátterében is ott áll ez a egész probléma, a spanyol örökösödési háború, szentszéknek a viszonyulása ehhez. Német-római birodalomban a Westfáliai béke következtében már két felekezeti tömb alakul ki, a határok lezárulnak. Franciaországban
a királyi abszolutizmus, ugye az egyház jogait is erősen ugye, hát befolyásolja, korlátozza, a Szentszékkel szembe állítja a püspökök egy részét, ugyanakkor különböző sajátos lelkiségi irányzatok is megosztják a francia egyházat. A magyar királyságban és Erdélyben török kiűzése után egy egész más helyzetet találunk, hiszen egy magyar királyság ekkor már a Habsburg vezetés alatt elköteleződik a rekatolizáció mellett. Ennek van egyrészt egy protestáns ellenes vonulata, tehát korlátozzák a protestánsok vallásgyakorlatát, ugye ennek különböző lépései vannak, de kiépül például, elkezdődik egy katolikus egyházszervezet kiépülése, iskolahálózat kiépülése, tehát pozitív kezdeményezések is kapcsolódnak ehhez a korszakhoz. És talán még azt lehet megemlíteni, hogy ugye ez a korszak az újkori missziók történetében is jelentős korszak. Egyrészt előre halad a misszionálás a különböző földrészeken, de vannak viták is, amelyek kísérik ezt a folyamatot. Egyrészt, hogy mennyire lehet alkalmazkodni a egyes népeknek a szokásaihoz, ugye ez a ritusvita, ugye ekkoriban bontakozik ki. Másrészt egy nagy kérdés az, hogy az apostoli szentszék, a pápaság mennyire tudja irányítani a missziókat, hiszen spanyol-portugál királyságok a patronusi jogokat gyakorolják. És ugyanez a korszak az, amelyik a keleti ritusú keresztények egy részének is a római egyházhoz csatlakozását hozza, éppen a magyar királyság, illetve erdélyi fejedelemség területén előre halad ez a folyamat. A többségében magyarországi előadók beszámolóiból kiderült, hogy II. Rákóczi Ferenc mélyen vallásos volt. Még a rodostói emigrációban is építette a katolikus egyházat. Rákóczi és kísérete megjelenésével abban a kisvárosban, Rodostóban megjelenik egy katolikus közösség. És ez a katolikus közösség, ez az idő folyamán ez megerősödik, számos nem magyar taggal is bővül, és éppenséggel a Rákóczi által alapított kápolnából alakul ki a római katolikus plébánia. A konferencia előadásaiból sok újdonság is kiderült a nagyságos fejedelemről, például II. Rákóczi Ferenc vallomásairól. Számüzetésében irodalommal, teológiával is foglalkozott, és ugye ennek az időszaknak az egyik legfontosabb irodalmi, vagy hát nehezen meghatározható terméke a Confessio Peccatoris című latin nyelven írt, magyarul vallomások címen ismert visszatekintése az életére, amelyet egy meghatározott szempont szerint írt. Ugye azt vizsgálta benne, hogy az isteni gondviselés és az isteni kegyelem, az hogyan működött, hogyan volt jelen az ő életében. Na most ennek a műnek a kéziratát még a 19. század közepén, a 48-49-es szabadságharc után fedezte fel egy Franciaországba menekült magyar honvéd, Grisza Ágost, és ő adta aztán ki a szöveget 1876-ban. Ugye ez a szöveg, amely jelenleg kéziratban maradt ránk, ráadásul Rákóczinak a saját kezű írásával, egy első fogalmazvány és egyetlen fogalmazványa ennek a konfessziónak, ennek a vallomásnak, és nagyon nagy problémát jelent az, hogy a 19. század második harmadának a végétől kezdve nincs ennek a műnek egy modern és jól használható kiadása, mert az a latin kiadás, ami akkor megjelent, az tulajdonképpen csak azt az önvesztett szöveget közli, amelyet Rákóczi papírra vetett. Ezt a vallomásokat ő már Törökországban fejezte be, és aztán visszaküldte Franciaországba,
Franciaországba, azoknak a szerzeteseknek a kolostorába, akiknél megtért, és ők őrizték, így aztán maga Rákóczi sem foglalkozott később a szöveggel, tehát nincs tisztázata, nincs egy olyan letisztázott végleges formája, amely ugye a kiadás alapjául szolgálhatna, így marad ez az egyetlen nagyon sok javítást, betoldást tartalmazó kézirat. Ezt az állapotot azonban ez a szövegkiadás, amely 1876-ban jelent meg, elfedte, bár ugye ez alapján készültek magyar fordítások. És a problémát az jelenti, hogy a magyar fordítások erre a szövegkiadásra épültek, és nem vetettek számot azzal a problémával, ez egy filológiai probléma tulajdonképpen, hogy nem ilyen a szöveg eredetileg, hanem nagyon sok olyan információt tartalmaz, amelyet mindenképpen érdemes lenne megjeleníteni a magyar fordításban, de mindenképpen egy jó latin szövegkiadásban. Ugye ezt a fordítások alapján a magyar irodalomtörténet úgy tartja számon, mint a magyarországi latin nyelvű vallomásirodalomnak a csúcsát, és valóban így van, tehát egy kiváló munka Rákóczinak ez a visszaemlékezése, konfessziója, irodalmi szempontból is, lelki szempontból is, tehát mint emlékirat, mint ilyen önvizsgálat, bűnbánati írás. Ugyanakkor viszont a szövegnek a későbbi kiadásai nem tették lehetővé azt, hogy ennek a műnek az igazi értékét és a súlyát a magyar nyelvterületen kívül mondjuk a külföld is értékelni tudná. Tehát ez mindenképpen egy olyan adóssága a magyar tudománynak, amelyet meg kell csinálnunk, és én erről beszéltem, hogy most ezen a kiadáson dolgozunk, és az előadásomban néhány olyan érdekességet mondtam el, amely azt mutatja, hogy valóban kell egy ilyen modern kiadás. Például ugye megemlítettem azt, hogy Rákóczi nem emlékezett a gyermekei születésének a dátumára, és ez a magyar kiadásból nem derül ki, hogy a latin kéziratban, tehát a kéziratos fogalmazványban az, hogy melyik napon született a fia, ki van pontozva. Tehát nem emlékezett rá, fejből nem tudta Rákóczi, és ezért később nyilván szerette volna ezt kipótolni, de már nem volt rá alkalma, hogy ezt a kéziratban kijavítsa. Tehát a kéziratnak egy pontos vizsgálata az lehetőséget ad, hogy még pontosabb képet adjunk Rákóczira, és az ő szellemiségéről, arról, hogy mit gondolt a saját életéről, hogyan viszonyult saját száműzöttségéhez, milyen reményei voltak, és mi az, amiről már teljesen letett, amikor Törökországba került. A tudomány és a vallás ugyanazt a világot kutatja. A főiskolai lelkészség ezt próbálja tudatosítani a diákokban és a fiatal kutatókban. Ezért fontos és érdekes a sokarcú közéleti személyiség és hadvezér Rákóczi Ferenc életútjának, a katolikus egyházhoz való viszonyulásának vizsgálata. Az egyházaink mindig a nemzeten belül próbálták magukat meghatározni, és nem egy különálló világként élték meg a saját vallásosságokat, hanem a nemzet részeként. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez teljes egészében összekapcsolódik, és hát ilyen értelemben, hogy a Rákóczi konferencia, görögkatolikusok és Rákóczi Ferencnek a témája pedig egy alapvetés ezen a téren, hiszen ahogy a fejedelem próbálta megtalálni a saját elképzelését, között bizánci szertartásúakat, ugyanúgy maguk a bizánci szertartásúak is próbáltak vezért találni. A szervezők a konferencia sorozatot 7 évvel ezelőtt Ortutai Elemér görögkatolikus pap és teológiai tanár emlékére indították el. Ő oroszlán részt vállalt a görögkatolikus egyház megmaradásáért és újraindításáért vívott harcban Kárpátalján a múlt század végén.